Sziasztok! A holnapi napon ez egy nagyon különleges nap a hasidoknak. 222 évvel ezelőtt, 1798-ban ezen a napon szabadult a cári börtönből az első Chabad Rebbe, Rabbi Schneur Zalman. Mit keresett Rebbe a börtönben? Sajnos volt egy belső ellenzék, belső azt jelenti, voltak zsidók, akik elleneztek a haszidizmust, és ők feljelentették az Alter Rebbet, Rabbi Schneur Zalmant a cárnál, hogy ő forradalmár, és mindenféle kitalált vádakkal. Letartasztották nagyon-nagyon súlyos vádakkal, mert a forradalom ez egy nagyon súlyos dolog, pláne egy diktátornál, és 53 napon keresztül fogságban volt, kihallgatás és minden, és végre ezen a napon szabadult az Alter Rebbe. Van egy nagyon szép történet. Ahol letartasztották az Alter Rebbe, ahol le volt tartasztatva, az Pétervárat, mert felhoztak oda, és ott Pétervárnál van egy ilyen kis sziget, és ott volt a börtön. Pár évvel ezelőtt meg is látogattam azt a helyet. Azért volt a börtön azon a szigeten, hogy így biztosítva senki ne tudjon menekülni onnan, mert víz van körülötte. A történet úgy szólt, hogy egyszer vittek az Alter Rebbe kihallgatásra, és este volt, éjszaka volt. És az Alter Rebbe észrevette, hogy még abban a hónapban nem mondta el a kidús levanna a holdszentelés. Az a szöveg, amit elmondunk minden hónap elején az új holdra, a zsidó hónap 7. és 18. nap, 14. napon között. Az Alter Rebbe akartam mondani, és kérte, hogy állítsák le azt a kis csónakot. Az illető nem akart. Erre hirtelen megállt a csónak, nem tudott tovább menni. Észrevette az illető, hogy nem egy egyszerű embert visz most, és erre azt mondta az Alter Rebbennek, mit adna cserében, ha én most leállítanom saját akaratomból. Erre az Alter Rebbe megígérte neki egy része lesz a Gan Edenben a túlvilági üdvösségből. És kérte, írásban meg is kapta. Erre az előző Lubavitcher Rebbe felteszi a kérdést, hogy miért, ha már leállt, természet fölötti erővel leállított az Alter Rebbe a csónakat, miért kellett utána még tárgyalni vele, és még ígérni neki olyan nagy ígéretet? A válasz erre az mondja a Rebbe, hogy a micvákat azt akarja az Isten, hogy itt lent természetes módon teljesítsük, és nem természet fölött is. Ezért hiába már megállt a csónak, az Alter Rebbe akarta azt elérni, hogy saját akaratból állítsa le a csónakat. Mindenképpen ezen a nap a haszidoknál a haszidizmus új évének számít. Ez kapcsán szombat este 8 órakor lesz egy Zoom Farbrengen, mindenkit szeretettel várunk arra, aki nem tudja a címet, írja meg, és mindenkinek kívánok egy boldog haszid új évet. Good Shabbat kívánok!